Hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Én Timi vagyok. Aki még nem járt itt, az nézzen szét, hátra talál olyan tartalmat, ami érdekli. Ha tetszik, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és aki fel van már iratkozva, azt teljes szívvel újra köszöntöm itt a csatornán, és örülök, hogy itt vagytok. Most egy DM videót hoztam nektek. Nagyon jó le van hűlve a levegő, nagyon kellemes idő van, így az ember egy kicsit fel tud töltődni. Most állok neki épp főzni, csak gondoltam, ezt a videót feltöltöm nektek. Videó fel van már véve, csak az intrót kell felvegyem hozzá, úgyhogy belevezetnélek titeket a videóba. DM-et rendeltem. Egy szomszéd megkért, hogy rendeljek neki pelust, meg egy-két dolgot, és akkor kihasználtam az alkalmat, és rendeltem magamnak is persze egy pár dolgot. Ezt fogjátok a következő videóban látni. Megmondom, hogy mi az enyém, mi az, amit a szomszédnak rendeltem. Teljes összeg 15.177 forint, és ezután az összeg után kaptam 1000, nem tudom hány száz pontot, majdnem 3000 forintnyi értéknyi pontot. Ezt úgy sikerült összegyűjtsem, hogy volt Colgain kuponom, amit beváltottam, Domestos kuponom, amit beváltottam. Volt kupon még valamire. De nem tudom, hogy mire. Ja, és igen, 20-szoros végösszegi kupon, az nagyon sokat nyomott rajta. Úgyhogy ilyen a videó. Ha érdekel, hogy miket rendeltem, miket rendeltünk, akkor maradjatok itt velem, és nézzétek meg a következő videót. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Na, hello, sziasztok! Itt volna a csomag, amiről beszéltem. Már levágtam a tetejét, hogy ne zajongjak vele. És meglepetés, még egy csomó karton benne. Amint mondtam az intróban is, pár termék nem az enyém belőle. Jaj! Zsákok kiszedve, és lássuk, mi van itt benne. Egy pillanat, mert valami kiesett. Egy marha epes szappan. Képeket, vagyis árakat fogok tenni nektek majd a képernyőre is, de aminek észben tartottam a zárát, azt meg fogom mondani. Vettem kettő csomag marha epes szappant, 199 forint darabja. Most jöttem haza manikűröstől. Biciklettek, mert ugye kórházba készülök. Kettő darab marhaepe szappan, ugye nagyon jól kiszedi a kakifoltokat a ruhából, plusz hozzátáplálásnál cékla, répa, sütőtök és egyebek, minden kijön belőle, úgyhogy egy ilyet is vettem, és kettő darabot, 199 forint volt darabja. Vettem egy Colgate fogkrémet, ezt a szeneset, azt hiszem, hogy 719, de nem vagyok benne biztos. Majd a képernyőre ki fogom nektek írni az árát. Colgate fogkrémeket nagyon szeretem, főleg a fekete szeneset, azt nagyon imádom. Most őrá esett a választásom. Úgy vagyok fel, hogy egy kis változtatás kell, nem mindig a hagyományos, megszokott dolgokat vegyük. A WC-kbe vettem egy ilyen illatosító szettet. Egyiket a lentibe, egyiket a fentibe szeretném betenni, megpróbálni, kipróbálni, hogy milyen. Általában az ilyen denk, mint saját márkás kis WC illatosító görcseivel annyira nem vagyok megelégedve, de próba szerencse, elég jó, erős illata van. A szomszédnak, akinek ugye, amint meséltem, a doboz pelenkát is rendeltem,
kellett neki egy ilyen mosogató gép illatosító. Ezt be szokta tenni a mosogatógépbe. Én nem próbáltam, ő nagyon meg van vele elégedve, többször is újra vásárolta már. Kérdeztem tőle, ha nem-e fogja meg, vagy nem-e fogja meg, nem-e veszi át az illatát a pohár edény, azt mondja, hogy a műanyag egy kicsit átveszi, de a többi nem érződik, ő már többször is vásárolta, így hát most is újra vette. Kezdek kifogyni a univerzális törlőkendőkből. Most erre a kettőre esett a választásom. DM saját márkás, dinnyés és lájmos, vagy uborkás. Lájmos. Bazsalikom és lájm. És hány darabos? 50 darabos kiszerelés, 50 szalvéta van benne, 4-500 forint. Nem hiszem, hogy több lenne, legalábbis nem. Nem tudom. 2 darab mosogatógép só. 2 kilós, 500 pár forintért, nem tudom pontosan. Egy az enyém, egy ugyanúgy a szomszédé. Hát mosogatógép só, egy picit nagyobb granulátumja van, mint a Rossmann és a Lidl-ben kapható, inkább olyan szemesebb, mint a szomatos, vagy finis volt, amit a múlt hónapi elfogytakban mutattam nektek, nem tudom. Gyors szétbontom ezt a csomagot, és kiveszem még a pelucist innen, vagy nem is veszem ki, hanem csak megfordítom, hogy meg tudjam nektek mutatni. Egy perc, és jövök. Itt is volnék. 4-es csomag Maxi Pellenka, DM saját márkás, 168 darab van benne, 8-tól 14 kilóig jó ez a méret, és 8490 forint volt, ha jól emlékszek, ugyanúgy a szomszédnak. És ugye akkor a pelus mellé megy neki a mosogatógép só és a mosogatógép öblítő. Vettem egy Denk Meat univerzális padlótisztítószert, vagyis felmosót, úgy padlóra, mint csemperészre is jó. Egy literes. Ezt a kék változatot még nem próbáltam, úgyhogy nem tudok róla nektek beszámolni, hogy mennyire jó az illata, mennyire vagyok vele megelégedve. Domestos, tudjátok, nálam a Domestos az mindent visz, főleg a zöld. Nagy kedvencem, most elfogyott a fenti, fogyóban van a lenti kettő is, úgyhogy muszáj volt bevásárolni, és még vettem egy felület fertőtlenítőt, ez bakteriális fertőtlenítő spray, de viszont jó használni kézre is, asztalra, szekrényre, kilincsekre. Én most ezt vettem leginkább a kicsi miatt, itt majd kezet fújkálni, ha jönnek látogatóba, meg egy pár kilincset lefújni, meg hát apró dolgokra. 6,99 volt azt hiszem a spray, és úgy, hogy még a tavaly 499 érvet vásároltam. Ez lenne a DM rendelésem. Ez 15.177 forintba került, de amint mondtam, most nem csak magamnak rendeltem. Belepotyogtak, se baj, nem csak magamnak rendeltem. Remélem, hogy ez a kis vécé illatosító be fog válni, bocsánat, hanem elfogytakban úgyis több mindent fogtok róla megtudni. Addig is köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha igen, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk egy következő videóban. Vigyázzatok magatokra, kellemes hetet kívánok neked, nektek, bírjátok ki ezt a nagyon csúnya meleget, nagyon meleg van, én is csak ventilátor és mobil klíma előtt bírom ki.
Most nem tudtam bekapcsolni semmit, másképpen beregett volna nagyon csúnyán a hang, de remélem, hogy... Hát remélem, hogy így is hallottatok. Ez hülyeség volt. Mindegy, kigondoltam. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Puszilak titeket. Sziasztok!